Tényleg szükség van-e a kutyai Nem elég, ha jól őrizzek tüzelés idején, őrizzük a tüzelés idején? Természetesen elég, hogyha az ivartalanítást nem óhatjuk elvégezni, de a tüzelés idején jól őrizni tudjuk a szukát, meg tudjuk óvni a párosodástól, akkor nyilvánvalóan ez abban a szempontból, hogy ne hozzon létre utódokat, elégséges. Annyit érdemes tudni, hogy az ivartanítás mellett szóló érvek serpenyőjében elég fontos és erőteljesen hát számos azok az érvek, amelyek amellett szólnak, hogy a szűz kutyának a 5-6-7 éves korban létrejövő gennyes mélygyulladásának a valószínűsége meglehetősen magas. Tehát egy ilyen 10 15 százalékos valószínűségű. Tehát az a kutya, amelyik nem párzott élete során, életében olyan 5-6-7 éves kora körül, elég magas valószínűséggel fog valamikor egy gennyes mégyuladásban szenvedni. A gennyes mégyuladás azért egy fontos kórkép, mert bizonyos esetei azok nehezen diagnosztizálhatók, attól függően, hogy nyílt méhszájjal vagy, vagy zárt méhszájjal zajlódik le a megbetegedés. A zárt méhszájjal lezajló megbetegedéseknél sok esetben uh, igazából csak uh, egy uh, magasabb vízfogyasztás, egy étvágytalanság, egy ketftelenség jön elő, ez a tünet, és ebből kell kibontakozni majd az állatorvosnak a diagnosztika során, hogy megállapítsa, hogy a valódi oka a, a geny felhomozódása az ivarszervekben, tehát a méhben és a mély testben, még és a mély testben. Ez amiatt is van egyébként, mert a méh olyan mértékű barriert ez a test, az anyai szervezet és a mély belvilágok között, hogy nagyon sokáig, igazából nagyon kevés tünetet produkál, aztán csak a nagyon előre haladott formája a genyes mélygyulladásnak az, amely amely hát olyan tüneteket okoz, ami már egyértelműen súlyos megbetegedésre utal. Tehát a diagnosztikája nem könnyű sok esetben, valamikor egyszerű persze, a nyílt még és váladék folyik, genyes váladék folyik a, a közül, akkor nyilvánvaló, hogy ez ö, egy könnyebb diagnosztikát feltételez. Tehát nincs szükség az ivartanításra, hogyha meg tudjuk őrizni, de vannak ennek is veszélyei.